Na szóval szép estét mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit. Bilbo Kárpát vagyok, hogyha még valaki nem ismerne. Most már idestova 3 éve AXA partner, amúgy több mint 20 éve egészségügy szakmában, természetgyógyász és gerincterapeutaként tevékenykedek. Viszont több mint 15 éve a hálózati marketing területén is tevékenykedünk a párommal együttesen. És hát ez alatt a 15 év alatt, hála Istennek, voltak nagyon-nagyon jó élményeink, és nagyon-nagyon sokat tanultunk, meg fejlődtünk itt a hálózati marketing iparágnak köszönhetően. Nem az AXA az első, de reméljük, hogy utolsó, már abból a szempontból, hogy innen megyünk nyugdíjba, mert hogy 15 évvel ezelőtt, akkor még Norvégiában éltünk, és hát akkor ismerkedtünk meg ott a hálózati marketinggel, egy japán cég volt az, amelyikkel elsőként elkezdtünk dolgozni, és nagyon szép 10 évet adott az a cég, mely mai nap is működik, csak sajnos itt a kelet-európai régióból kivonult. Azóta kerestük a párommal, hogy melyik lenne az a cég, amelyik mellé mindketten megint csak le tudnánk tenni a voksunkat, és hát ketten külön utakon 3-4 éven keresztül tesztelgettünk cégeket, termékeket, és az AXA-ig, mindaddig, amíg az AXA meg nem jelent az életünkben, nem találtunk olyan céget, vagy olyan termékeket, amelyre mind a ketten azt mondhattuk volna, hogy na ez az. Az AXA viszont ez az. És hát most már 3 éve, ezt is fél évig azért tesztelgettük, próbálgattuk a termékeket, nem próbálgattuk, fogyasztottuk a termékeket, és hát én ugye elemző vagyok, azon kívül, hogy természetgyógyász is, tehát eléggé kritikus szemmel, szakmailag is meg szoktam vizsgálni a dolgokat. A párom, ő pedig ugye az üzlet mögé nézett nagyon komolyan, és hát mai napig is nagyon komoly kapcsolatban van, főleg ő, mert én angolul sajnos nem nagyon beszélek, a cégnek a tulajdonosaival és a vezetőivel. Na de akkor nézzük meg, hogy miről is szól ez az AXA globál, amelyben mi 3 éve bele szerelmesedtünk, és hát most ott tartunk, hogy azt mondhatjuk, hogy megerősítettük, megalapoztuk a dolgokat, és innen lehet igazán építkezni. Minden cégnek ugye van az életében egy ilyen periódus, minden embernek is van az életében, ha elkezd valami újat, amíg ugye azt megalapozza, és onnantól kezdve el tudja kezdeni építeni. Hát mi most itt tartunk az AXA-val, nagyon jó időszakban vagyunk, hisz olyan kedvezmények, promóciók, olyan erőrelépések történtek, amelyek minnyájuk munkáját fogja segíteni abban, hogy itt tényleg egy hatalmas, nagy üzletet fel lehessen építeni nemzetközileg, és igen, itt nemzetközileg lehet, meg kell is gondolkodni, mi is ezt tesszük, mert hogy az AXA még ugyan Európába gyerekcipőbe jár, és sok helyen nincs ott, de most már rajtunk a világ szeme, hogy elvigyük olyan helyekre, olyan piacokra, ahol még senki nem hallott róla. Egy vicc jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy 2 cipőárust küldenek Afrikába, és vagyis 2 gyár küld, 2 ügynöket. És hát ugye megérkeznek mind a ketten Afrikába, és hát akkor jelentést küldnek visszafelé a gyáraknak, a saját gyáraik felé, hogy na, nem ilyen helyzet, van itt piac, vagy nincs itt piac. Az egyik azt jelenti visszafelé, hogy a gyárnak, hogy hát itt gondolom semmi keresnivalónk, mert itt senki nem visel cipőt, itt mindenki mezikláb jár. És hát nem is lett semmi az ügyletből ezek szerint. A másik ügynek pedig nagy lelkesen hívja a gyár igazgatóját, hogy azonnal küldjenek ide minden cipőt, minden készletet, mert itt senkinek sincs cipője. Tehát itt ugye a hozzáállás meg a gondolkodás az sokat számít, hogy az ember tényleg el tud érni nagy sikereket. És hát mi így vagyunk az AXA-val, hogy Európában ugye pár országban van még úgymond némi előrehaladás, még mindenhol csak gyerekcipőben, de Európában is még sok országban nem hallottak rólunk, akkor ott vannak kontinensek Amerikában, ha bár egy terméket ott gyártanak, tömegek nem hallottak rólunk, Dél-Amerika, Afrika ugye akár,
Ázsiából indul a cég, ott 10 országban jelen vannak, de olyan nagy piacok, mint Oroszország, India, meg is sok ázsiai országban szintén nincs ott a cég. Tehát a mi feladatunk, a mi lehetőségünk, hogy elvigyük minél több országra ezt a lehetőséget, mert valóban egy nagyon-nagyon jó lehetőség. És nem csak egy dolgot kínál az AXA, hanem mint ahogy a neve is ugye 4 betűből tevődik össze, ezek angol szavaknak az első betűi, de hát itt magyarul ugye megvan, hogy egy fejlett technológia, különleges termékekkel ugye, rendkívüli lehetőség, akár pénzszerzés, egészség és életstílus szempontjából. Tehát ez az AXA Dióhéjban. Mire épül az egész? Hát igazából a magvak erejébe, és ugye ez is egyik szlogenünk, hogy vissza a forráshoz, tehát ugye a magvak igazából az élet forrása, hisz egy kis magból, bármilyen pici legyen is, egy csodálatos növény, egy fa tud létrejönni, hogyha azt ugye megfelelő körülmények közt gondozzuk, földbe tesszük, öntözzük, fényt kap. Úgyhogy a magban minden megvan ahhoz, ami az élethez szükséges. És számomra ez alatt a több mint 20 év egészségügyi pályafutásom alatt én bevallom őszintén nem találkoztam meg olyan termékkel, amely ennyire tömény, ennyi minden tartalmazzon, és egy kis zacskóba ennyi mindent bele tudtak úgymond préselni. És hát miért a magvak? Itt az van, hogy 20-szor magasabb hatóanyag, de hát én inkább nagyobbra tenném ezt a számot, akár 50-szer magasabb hatóanyag is tartalom van a magvakban, mint a gyümölcsöknek a levében vagy a húsában. És az sem mindegy, hogy milyen magvak, az AXA a legjobb magvakat válogatta ki, majd ezekre visszatérek. És hát valóban akkor érdemes ugye olyan dolgot választani, ha már választhatunk a piacon, amiben a legtöbb hatóanyag van, és amiből az egészség szempontjából is a legjobban tudunk úgymond előnyt hozni. És semmi sem véletlen, tehát nem, ez nem véletlenül jött létre a cég, nem most találtak ki valamit, hanem van 4 tudós Amerikában, a Margie Mueller vezetésével, akik már több mint 20 éve tanulmányozzák a magvakat, és a magvakból állítanak elő különböző termékeket, hát egyelőre még élelmiszereket, mint ugye ez a magolaj termék is, ez is egy élelmiszer, nem egy vitamin, nem egy ásvány, nem egy táplálékkiegészítő. És ez egy megnyugtató tény legalábbis számomra, hogy egy komoly kutató munka van emögött, és ez nem egy-két évre nyúlik vissza, hanem több mint 20 évre. És a másik jó hír az, hogy az AXA Global kizárólagos szerződést kötött ezzel a laboratóriummal, amelynek ugye megalapítója Margie Mueller, ez elkövetkezendő 25 évre, hogy minden terméket, amit még kifejlesztenek a magvakból, mert lesznek még a jövőben újabb és jobbnál jobb termékek, azokat az AXA lesz az egyedüli forgalmazójuk. Hogyan állítják elő ezeket a termékeket, többet közt hideg sajtolással, aminek ugye megvan a módja, hisz maga a hideg sajtolás nem egy új dolog, hisz ezt akár itt Magyarországon is régebb is csinálták, ugye magvakat kipréselték, de hát itt vannak olyan dolgok, hogy hogyan, milyen körülmények közt. Tehát itt többek közt ugye az a fontos, hogy hidegen sajtolás, és oxigénmentes környezetbe. Tehát ez azért fontos, hogy amit ugye kipréselnek ezek a drága olajak a magvakból, ezek ne károsodjanak, és azt mi ugyanabban a minőségbe kapjuk meg, hogyha akár egy év múlva is fogyasztjuk, vagy 2 év múlva, mert 2 évig eláll ezekbe az acskókba hibátlanul, tartósítószer nélkül, akkor is ugyanazt a minőséget tudjuk fogyasztani, mint hogyha akkor egy fél órával előtte préselték volna ki. És erre külön szabadalom van, úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog. A másik fontos dolog, mivel ugye laboratóriumról van szó, kutatásról, azt is megvizsgálták, meg kutatják, hogy a magvak hogyan működnek együttesen, tehát hogyan támogatják egymást. Mert ugye nagyon jó például a fekete málna magolaja, vagy a fekete köményolaja,
hogy pont ez a két példa van itt ezen a grafikán, hogy külön-külön, ugye ez a zöld oszlop, hogy milyen magas antioxidáns értékkel rendelkeznek. Igen ám, de hogyha ezeket összevegyítik megfelelő arányokban, akkor a hatást megnövelik. Tehát ez a szinergikus hatás, hogy támogatják egymás hatását. Mert ugye lehetnek olyan növények is, amelyek blokkolják egymás hatását. Tehát ez is egy nagyon fontos. Azon kívül itt ezek a szertifikációk, hogy ugye GMO-mentes, vegyszermentes, gluténmentes, vegán, hidegen sajtolt, halal, vagy ugye az az arab minősítés, ami hát magyarul nem jól hangzik, de ez az araboknak egy nagyon magas minősítés jelent. SQF, ez egy svájci laboratóriumnak a minősítése. Tehát megvan mindaz, független laboratóriumoktól is, hogy ugye biztonsággal tudjuk ezeket fogyasztani. És még van egy kiemelkedő laboratórium, ez megint csak az Egyesült Államokban, a Brunswick nevű laboratórium, amely ők is bevizsgálnak, letesztelnek minden olyan készítményt, amely antioxidánsokat tartalmaz, és ők hozták ki ezeket az adatokat, hogy az AXA-nak megadták a 6.0 minősítést, ami az első ilyen minősítés hasonló, tehát antioxidáns tartalmazó termékekben, mert hogy mind a hat olyan szabad gyök káros hatása ellen biztosít védelmet, amelyek ugye a szervezetünkben megtalálhatók. Emellett pedig nagyon magas antioxidáns értékkel rendelkezik, ez a 19.920, ez már közelít a terápiás dózishoz, mert 30-40 ezer orak értékkel már AXA-tól független laboratórium, vagyis klinikák daganatos betegeket kezelnek például. Erre konkrét példánk van Bukarestből, ugye párom sokat járt oda, így a múlt évben még lehetett szabadon utazgatni, szóval ott 40 ezer orak értékkel már nagyon komoly betegségeket, tehát daganatos betegségeket kezelnek. Tehát ha azt vesszük, akkor két zacskó, az már egy terápiás dózis, de a jó hír az, hogy ezt nem lehet túladagolni. Vannak olyan programjaink, most pár szót mondok arról is, hogy ilyen kétnapos vagy hétnapos reset, restart programok, ahol két napig vagy hét napig napi 8-at fogyasztunk, és semmi más táplálékot nem. És azért mondom, nem lehet túladagolni, viszont akkor egy olyan komoly dolog történik a szervezetünkben, ezt megcsináltuk már nagyon-nagyon sokan, hogy az valami elképesztő. Olyan szinten kiméregtelenít, és olyan szinten kitisztítja a beleinket, és a sejtszinten méregtelenít, és olyan energiát ad, hogy én januárban csináltam a párommal együtt, az a hét volt ebben az évben, amikor a legtöbb energián volt. Ezt higgyetek el, így van. Mellesleg, mint egy jó mellékhatás, 6 kilót is lefogytam, meg 8 centit pocakból, hasbőségből, és az azóta nem jött vissza, és ennek már több mint fél éve. Ez csak egy kis saját tapasztalat ide így beszúrva, mert ide passzol, hogy tényleg mit tud ez a termék, de még visszatérek rá. Ugyancsak a Brunswick Laboratórium csinált ilyen összehasonlítást más termékekkel, lehet itt többnyire juice-okkal, és egy termék van itt, amely szintén tartalmaz magolajakat, de és annak van itt ugye még egy picit magasabb urakértéke, itt a 4995, de a többit, ha megnézzük, az mindegyik 1000 alatt, vagy 2000 alatt, meg 1000 alatt van a legtöbb. Ez nem azt jelenti, hogy ezek nem jó termékek, mert én is, mikor ezt megláttam, ezekből 2-3-at vagy 4-et is ismertem, meg még próbáltam is, vagy fogyasztottam is, vagy teszteltem, ha úgy tetszik, és nem voltak rosszak azok sem. De hát ugye, mint említettem, elemző vagyok, és azért, hát mégiscsak majdnem ugyanazért a pénzért, mert az AXA nem 4-szer drágább, mint a többi. Lehet, hogy egy picivel drágább, mint néhány ezekből, de viszont még a legerősebbnél is több, mint szóval 4-szer annyi antioxidáns tartalmaz. Hát akkor ugye mit vesz az ember? Tehát értékarány, azért az nem mindegy. Úgyhogy ez nem az AXA
kimutatása, ez a független Brunswick laboratóriumtól származik. Akkor nézzük meg a termékeinket, mindössze három termék van. Az egyik termék a SoBiotic, So Plus Biotic nevű termék, ami igazából az emésztőrendszer kulcsa, úgymond az egészséges emésztőrendszer kulcsa, hisz már az AXA előtt megtanultam azt, hogy meg gondolom a legtöbben azért tudják már, hogy az immunrendszerünk 70-80%-a az az emésztőrendszerünkben rejtőzik vagy létezik. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen az emésztőrendszerünk, és főleg most nagyon nem mindegy, amikor ugye már tudjuk azt, hogy több mint fél éve milyen világjárványban vagyunk, és most éppen ugye tombol a második hullám. Mi hála Istennek soha nem féltünk az első perctől, az első hullámtól se, a másodiktól se félünk, mert tudjuk, hogy olyan eszközök vannak a kezünkben, amellyel folyamatosan szinten tartjuk az immunrendszerünket, és nem csak az emésztőrendszerünket, hanem az egész szervezetünknek, ugye, mint máshol is vannak azért immunrendszernek részei. Tehát egy top egészségben tudunk lenni, és toppon tudjuk tartani az immunrendszerünket. És ez nem mindegy a mai világban, hisz arra megy ki az egész játék, hogy ugye megfélelmítsék az embereket, hogy több gyógyszert, na mindegy, most inkább nem akarok ebbe belemenni. Mi úgy vagyunk vele, és itt az AXA-nál megvan a lehetőség arra, hogy az ember saját kezébe tudja venni az egészsége, és ugyanúgy az élete irányítását, még pénzügyileg is. És ez a So Plus Biotic termék, ez is egy nagyon-nagyon komplex, több minden tartalmazó termék, és ugye mivel az emésztőrendszert segíti, nagyon fontos, hogy baktérium flórákat viszünk be, tehát ez a Lactobacillus paracasei, ez egy szabadalmazott antigén igazából, és ezzel erősítjük a ugye meglévő baktériumflóránkat, vagy az esetleg szunnyadó baktériumflóránkat erősítjük, életre keltjük, és ez támogatja ugyancsak egy prebiotikum, ez a Fibersor fructoligosaccharides, ezt mindig nehéz nekem kimondani, de gyümölcscukor magyarul igazából. Úgyhogy ezek együttesen pro és prebiotikumok, ezek egy nagyon komoly támogatói az emésztőrendszerünknek és egyben az immunrendszerünknek. De ugyanakkor tartalmazza a fekete kömény mag olaját, amiről egymagából csak a fekete köményről, hogyha az ember rákeres az interneten, megkérdezi a Google-t, hogy mit tud a fekete kömény, vagy milyen hatásai vannak, főleg a fekete kömény mag olajának, akkor ígérem, hogy magyarul is több ezer, de angolul több tízezer cikket, tanulmányt fog találni, hogy mennyi mindenre jó, és ezt azért már ezredek óta használják. A következő termék a So Plus Collagen, egy N betű lemaradt. Ez ugye a kollagén, hát elsősorban mi jut eszünkbe róla, bőr, köröm, ízületek. De a kollagén ennél sokkal-sokkal többet tud. Itt van egy nagyon jó idézet, ugye ez a kinézetre a bőr szempontjából, hogy ugye 20 évesen olyan az arcod, amilyennek a természet teremtette, 30 évesen olyan, amilyenre az élet formálta, de 50 évesen olyan, amilyet megérdemez. Hát én 50-en túl vagyok, már közelebb a 60-hoz, és hát jó, persze, vannak már ráncok, de azért bátran tükörbe merek nézni, mert hogy ezt a terméket is használom én magam is. Ezen kívül ugye a So Collagen, vagy So Plus Collagen, tehát már eleve maga a kollagén az halból van kinyerve, tehát ugye a legjobb kollagént a halban találják, tehát ez is, és nem mindegy, hogy milyen halban, úgyhogy olyan hal tenyészetről, amely ugye ökológiailag tenyésztik őket, és tehát nem tartalmaznak nehézfémeket eleve ezek a halak, mert sajnos ugye a tengerekben azért elég sok a nehézfém, tehát a halak is ugye imittam ott azért úgymond mérgezettek. Viszont a másik dolog az, hogy tehát a kollagént, hogy mondjam, egy olyan formában
használják fel, ami igazából egy hal kollagén peptid. Mert ugye a hal bőréből is, mint ahogy a magvakból ki lehet vonni a kollagént, de viszont maga a kollagén, a hagyományos kollagén, a molekuláris szerkezet ennek olyan nagy, hogy az nehezen szívódik fel. Viszont, hogyha peptid formájában állítják azt elő, vagy vonják ki, és így alkalmazzák, akkor az azt jelenti, hogy ezeket a nagy molekulákat, kollagén molekulákat pici apró peptidekre bontják, és ezek a peptidek ezek olyan picik, hogy ezek pillanatok alatt fel tudnak szívódni, és ez a lényeg mindenben, hogy amit megeszünk, az mennyire szívódik fel. Ez igaz a magolajakra is, és igaz itt a kollagénre is. De itt sem egyedül a kollagénre, vagyis a kollagént, hal kollagén tartalmazza, hanem lehet látni mellette, hogy itt van egy magolaja, vagy a sáfonya magolaja, ugyanakkor még 7 bogyós gyümölcs kivonata, akkor tartalmaz egy hialuronsav prekurzort, amiből a szervezet saját hialuronsavat tud előállítani, hogy a hialuronsavat bevinni nem lehet, azt csak ugye kívülről szokták használni, de ez a prekurzor formában, ez ugye a szervezetet tudja arra stimulálni, hogy megfelelő mennyiségű hialuronsavat állítson elő, ami megint csak a bőr szempontjából nagyon fontos, és tartalmaz egy kaprosz nevű indiai ekrest, ami egy nagyon magas C-vitamin tartalmú, mert ugye a tudósok az arra is rájöttek, hogy a kollagén akkor épül be, mert szívódik fel, és ugye épül be, mert nem csak a bőr és az ízületeknek fontos, hanem a fehérjeink 50%-a kollagén tartalmaz, vagyis kollagénből áll. Úgyhogy azért nagyon fontos, hogy természetes C-vitaminból legyen jó sok, és azért a természetest kiemelném, tehát nem mindegy, hogy most egy pezsgő tablettával innánk meg ezt a kollagént, egy C-vitamin pezsgő tablettával, vagy ebből az indiai egres kivonattal, ugye, ami ez egyben van egy zacskóba, ahogy itt a közepén is látható, csak itt ugye részletezve van, hogy miket tartalmaz. Tehát ezek nagyon-nagyon komolyan össze vannak itt állítva, és nem véletlen, hogy 20 év kutató munka van mögötte. Itt fel van sorolva az a 7 bogyós gyümölcs, amelyeket még ugye tartalmaz, fekete dibizli, vörös sáfonya, fekete málna, per málna, arcai bogyó, áfonya, és jobb oldalt, ha megnézzük, csak ezek, ez a 7 bogyó mennyi mindenre jó. Ugye kezdve szem, húgyúti fertőzések, bőr, síregetés, antioxidáns, szemfáradás, tehát csak ha ez a 7 bogyó lenne, hát ez is nagyon sok mindent tudna, de hát ez csak egyik összetevő csomag. És hát erre van is egy nagyon jó tapasztalat, ami kedves szponzorunk tesztelte saját magán. Itt lehet látni előtte, utána a fotó, 6 héten keresztül a kollagént mit tud tenni csak a bőrrel, és ezen kívül azt, amit nem látunk, hogy mit tesz az ízületekkel, az izmokkal, úgyhogy arra meg rengeteg tapasztalat van más szempontból. És végül, de nem utolsó sorban, ugye az első terméket utoljára hagytam bemutatni, ez a SoPlus, ez volt az első terméke a cégnek, csak erre az egyetlen egy termékre 7 szabadalom van. Ezek a szabadalmak, ezek megvannak dokumentációban, ezeket bárkinek el lehet küldeni, ezeket meg lehet találni weboldalon, tehát utána lehet nézni amerikai szabadalmak, mivel ezt a terméket, ezt Amerikában gyártják, az előző kettőt azokat már Ázsiában, és itt lehet látni, hogy a cukorbetegségtől kezdve immunfunkciók növekedése, vírusos fertőzések, pikkely sömör kezelésére, aszmaallergia, rákosság növekedés gátlás, gyulladások és főleg húgyhólyag gyulladásokra vannak ezek a szabadalmak, és hát azért egy szabadalmat nem adnak olyan könnyen, ugye azt klinikailag tesztelni alá kell támasztani. Úgyhogy összefoglalóan érdemes igant mondani a SoPlus-ra, meg itt az egész termékcsaládra, hisz egy nagyon erős antioxidáns, anti-aging, ugye regedés és gyulladás gátló termékről van itt igazából szó, vagy termékekről, hogyha mind a hármat vesszük. És az is fontos kiemelni, ugye az elején említettem, hogy mennyi mindent tartalmaznak a magvak. Itt összehasonlításként egy zacskóban,
körülbelül 8-10 adag zöldségnek a hatóanyaga van, 8-10 adag gyümölcsnek és 3-4 adag egészséges zsír tartalmú tápláléknak. Na most azért kérdezze meg mindenki magától, hogy naponta, most ha nem fogyasztja az axát, a szóblaszt, hogy elfogyaszt-e ennyi zöldséget, gyümölcset és egészséges zsírtartalmú táplálékot. Hát én biztos, hogy nem. Úgyhogy, de viszont fogyasztom az axát, úgyhogy így mégis megvan. Na, még összefoglalva, miért fogyasszuk? Hát ezek miatt, mint említettem, energia, rengeteg energiát ad, még egy tapasztalat ide kívánkozik. Hetente kétszer járok úszni. Ez úgy van, hogy kétszer két óra szauna úszás előtt, és kétszer egy óra úszás, tehát kedden, pénteken délelőtt 8-tól 11-ig. Soha nem reggelizek akkor. Az egész reggeli egy axa szóplasz zacskó, amelyet a szaunázás után és az úszás előtt iszok meg. És ezt több mint fél éve teszem, sőt, másfél éve kezdtem már úszni, de most nagyon keményen, vagy még keményebben, úgymond rendszeresebben, fél éve, és nem volt soha arra példa, hogy fáradtság, éhség miatt ne bírjam ki az egy óra úszást, de az egy szóplaszt mindig megiszom. Úgyhogy itt az energia tapasztalat. Immunerősítés, említettem, súlyveszteség, említettem, anti-aging mutattam, hormon egyensúly problémák, erre is vannak tapasztalatok, detoxikálás, ugye méregtelenítés, saját tapasztalat, megint csak amikor csináltuk ezt a hétnaposat, akkor olyan szinten kiméregtelenített és kitisztította a beleinket, hogy én 20 év alatt többször csináltam ilyen olyan lébőjtöket, szenvedtem, éheztem, ittam a gyümölcsleveket, a zöldségleveket, saját magam préseltem, majd meghaltam, mindig olyan éhes voltam, lementem 3-4 kilót keservesen, egy év után már dupla annyival mentem fel, tehát jojóztam magyarul, itt most nincs jojó. 8 hónap alatt nincs jojó, inkább még 1-2 kilót lefelé mentünk, és utána nem tartunk diétát. Vagyis van egyfajta diéta, most abban nem akarok belemenni, de már elmondom, ha elkezdtem, utána ráálltunk a párommal, hogy tartunk egy ilyen, úgy hívják intermittent fasting, tehát egy ilyen időszakos diétát, tehát hogy a napot 24 órát úgy osztottuk fel, hogy 8 óra időszak táplálkozás és 16 időszak diéta, de ez nagyon jól kibírható, csak azért mondom, ez egy plusz dolog. Na, menjünk tovább, mert még vannak dolgok. Ugyancsak az anti-agingről ugye pár kép, ezek még ázsiai képek 2017-ből, nem csak fiatalodás, hanem bőr problémáknak a kezelésére is, ugye? És akkor még nem is volt a kollagén, csak ez még az egyedül a szóplasznak a tapasztalatai. És akkor most térjünk egy picit át arra a részre, hogy ugye említettem az elején, hogy nem csak egészségileg lehet itt profitálni ezekből, hanem üzletileg is, anyagilag is. És ennek a módja az, hogy csatlakozik ön is, vagy te is, aki új vagy itten ebben a prezentációban, vagy utólag nézed a videót, lehet csatlakozni egy olyan csapathoz, amit említettem, hogy igazából most mi egy úttörő munkát végzünk. A világ nagyon nagy része még nem ismeri ezt a céget, ezt a lehetőséget és ezeket a termékeket. És azért egy kicsit üzletileg, ha belegondolunk, hogy nagyon sok országot fogunk megnyitni, és nagyon sok országba fogunk nagy üzleteket építeni, tehát többes számba mondom, ugye csapattal. És csak gondoljon bele bárki, ha akár egy országnak a forgalmának az 1%-ával, ha részesülne, akkor ez mit tudna jelenteni anyagilag. És megvan erre a lehetőség. És azért van meg, mert az AXA egy olyan értékesítési rendszert választott, ami a network marketing. És mint említettem, 15 éve vagyunk a párommal ebben a szakmában, hát ebbe beleszerelmesedtünk. Amellett, hogy én gerincterapeuta is vagyok, most úgy vagyok vele, hogy inkább az a hobbi és a network a fő állás, ha úgy tetszik, de hát ezt nem úgy kell venni, mint egy 8 órás munka, mert ez egy szabad üzletforma, egy szabad életforma, akkor dolgozol, ott dolgozol, azzal dolgozol,
akivel akarsz, amikor akarsz. Minimális befektetéssel lehet elindítani. Ez nem olyan, mint egy vállalkozás, ugye, ha így visszafele megyünk, mert voltam én vállalkozó is Norvégiában, voltak saját üzleteink. Tudom azt is, hogy az milyen költséggel jár elindítani, mekkora veszteség, ha az ugye nem jön be, mert benne van a pakliba, ott milliós tételek, 10 milliós tételekről van szó, heti 100 órás munka valóban, mert ha az ember ugye a saját vállalkozásában nincs ott, és nem teszi oda magát tényleg 200%-osan, akkor hát nem biztos, hogy az jövedelmezően működik. A másik ugye a munkahely, alkalmazott. Ez is voltam, tehát egyikbe se kívánkozok vissza, bevallom őszintén, se hagyományos vállalkozást indítani, se alkalmazott lenni, mert én már több mint 15 éve szabad életet élek, és nagyon jó dolog, hogy a network az egy passzív jövedelmet biztosít, és minimális költségekkel mindből itt is van, ugye nincs olyan költség, hogy üzlethelyiséget bérelni, raktárkészlet, akkor alkalmazottakot fizetni, iroda, meg tehát azért, aki volt vállalkozó, meg jelenleg is vállalkozó, akkor tudja, hogy miről beszélek. A networket el lehet tényleg, majd fogom mutatni, milyen összegekből indítani, például az APSZ-át, és tényleg el lehet 3 év alatt, vagy aki ügyes, még gyorsabban érni egy olyan passzív jövedelmet, amely egy teljesen szabad életstílus tud biztosítani. És ha azt nézzük a hálózati marketing, hogy miért is, hát a több mint 100 éves múltra tekint vissza, és 2014, ugye ez a legutolsó statisztika, akkor ilyen 183 milliárd USA dollár volt ennek az iparágnak a forgalma. Hát kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz a 2020, ott még kérdőjel, de az biztos, hogy ez az iparág, ez növekedik egyre jobban. Akkor vissza az APSZ-ára egy picit. Több mint 4 éve alapították Szingapúrban, pontosabban 2016. július 23-án, egy csodálatos kis országban, még nem voltunk, de reméljük, hogy jövőbe leszünk, ha bár most pont lettünk volna ebben a hónapban, lehet, hogy pont most ott lennénk, hogyha nem lett volna sajnos ez a korlátozás, ugye, amiben itt belekényszerítettek bennünket, na de ami késik, nem múlik, hogy jövőre reméljük eljutunk ide. Bemutatnám a tulajdonosokat, az alapító tagokat, két olyan úriember és sikeres üzletember, az egyik a Danny Kipeng és a másik a Frankie Lee, ők ketten hozták létre az APSZ-át, két úgymond gyerekkori, vagyis gyerekkori barátok ők, viszont a Danny, ő a network területén tevékenykedett több mint 25 évet, 30-et is talán, élt az Amerika Egyesült Államokban, ott épített fel egy óriási üzletet, és hát egy kicsit személyes is így őróla beszélni, mert ő is hát véletlenül abban az üzletben volt, amelyikben mi is elkezdtük a network szakmát, és 10 évet mi is abban lenyomtunk, ez egy japán cég volt, és hát Danny ugye ő több mint 20 évet volt abban a cégben, és hát olyan, hogy mondjam, olyan karriert futott be, hogy ő a top 5 ember közé tartozott, és több mint 100 000 fős csapatával 1,5 milliós ügyfélkört épített fel. És hát ugye azt hagyta ott ő az APSZ-áért, vagyis utána hát még ugye saját céget indított, az APSZ előtt még volt egy más is neki, vagy nekik, mind a kettőjüknek, de 4 évvel ezelőtt létrehozták közösen az APSZ-át. A Frankie Lee-ről pedig azt kell tudni, hogy a hagyományos vállalkozásokban Ázsia egyik nagy ikonja, az Ázsia 100 leggazdagabb embere listáján van rajta ő, tehát hatalmas cégeket vezet, irányít, az APSZ-ához képest még picike, de hát ugye ez azért jó, azért fontos, hogy tudni, hogy ilyen emberek állnak mögötte, mert mind a ketten a saját területükön befutottak már óriási karriereket, tehát nem azért hozták létre az APSZ-át, hogy most még pár millió dollárt keressenek, és akkor ugye, mit tudom én, befejezzék, hanem ez egy presztízs igazából, tehát hogy
valami ugye jót is csinálni, jót is adni az emberiségnek, tehát egy olyan terméket hozni a világpiacra, mely már jelenleg nagyon sok embernek az egészségét, életét tette jobbá. Ez nekem egy nagyon megnyugtató tényező, amellett, hogy hála Istennek, ugye a párom, mely ő beszél angolul, nagyon szoros kapcsolatban van, tehát most az utóbbi időben hetente többször is beszéltek a Frankivel, itt ugye a Tibor szponzorunkkal együtt, és majd elmondom, hogy milyen újdonságokat sikerült még kihozni. Viszont ugye Budapesten is létrejött 3 éve, 2017-ben, hát pont mindjárt jubileum, szeptember 30-án az első európai, bocsánat, iroda, mert hogy ugye Magyarország az európai bázis, itt van a raktár, itt van az iroda, és hát a többit online innen ugye vezérlik, support van, támogatás van. Hát most ugye karantén idők voltak, tehát az iroda nem mindig volt itt van, meg hát inkább ugye online dolgozunk, de megvan az iroda, supportunk van, és hát nagyon, nagyon flottul működik minden, megrendeléstől számítva 2-3 napon belül ingyen az EU-s országokba kiszállítja a cég mindenhova a termékeket, vagyis futárszolgálaton keresztül. Ez is egy nagyon jó dolog. És akkor most nézzük meg egy picit az üzleti részét, hogy hogyan lehet ebből pénzt csinálni. Ez is nagyon fontos, hogy hát egyetlen egy cégnél, egyetlen egy vállalatnál úgymond 8 féle kereseti lehetőség van. Ez olyan, mintha alkalmazott lennél mondjuk egy cégnél, és ott 8 embernek a fizetését vennéd fel például. Mert hogy mind a 8 különböző bónusz, ez van, ami heti, van, ami havi kifizetés, ez egymástól úgymond független. Tehát mindegyiket akár ki lehet maxolni. Nem fogok ezeknek nagyon a részleteibe menni, egy párat kiemelek ezekből, hogy csak úgy átmenetileg, vagyis dióhéjban. De nézzük meg azt, hogyha valaki ugye úgy határoz, hogy szeretne elindulni. Az elindulás az annyit jelent, hogy itt nincs csatlakozási díj, hanem itt egy termékrendeléssel lehet partner lenni, egy ingyenes regisztráció. Az első rendelésnél itt vannak az árak, tehát ezek az első rendelés árak. Hogyha valaki egy dobozzal rendel, akkor az 99 euró plusz áfa. Ugye az áfa az más-más minden országban, vagy lehet 4 dobozzal indulni, meg lehet 10 dobozzal indulni. Ez az egyes doboz, hát ez igazából egy ilyen nagyon ilyen teszt, hogy na hadd lássuk, akkor nézzük meg egyáltalán, hogy milyen, hogy ízlik meg ilyesmi. De itt igazából, hogyha valaki ugye szeretne jó tapasztalatot, meg üzletileg is szeretne jól indulni, akkor itt ez a 10-es családi csomag. Azt ajánljuk, és ennek van több előnye is. De ezen kívül, hogyha valaki még nagyobb ambícióval, még nagyobb, hogy mondjam, tőkével rendelkezik, hát nem egy nagy tőke, még 1500 dollár, vagy 1600, bocsánat, euró, vagy 2300 euró, ez nem egy tőke igazából, mert ha ugye saját vállalkozásban gondolkodik valaki, akkor az több 10 000 euró lehet, mint ugye indulás. Itt max 2300 euró plusz áfa, hát ennél nagyobb befektetést nem tud az ember csinálni, ha akarna sem. Ha ilyennel indul, akkor ugye még olcsóbban, még kedvezőbben jut hozzá termékekhez, 6 hónapig lesz aktivitása, akkor 3 üzleti pozíció, az már az elsőnél, a 10-es csomagnál is volt. Tehát érdemes itt a 10-estől felfelé gondolkodni, és most betettem ide egy nagyon komoly promóciót, amely a múlt héttől van életben, és elmondom röviden, hogy működik. Hogyha valaki most regisztrál egy egyes csomaggal, vagyis egy BC, tehát egy üzleti pozícióval, és akkor mégiscsak visszalépek, a 4-es csomag az azt jelenti, hogy egy üzleti pozíció. Ez 342 dollár plusz áfa. Ezért rendesen 4 doboz termék jár, lehet összeválogatni, hogy milyenek legyenek, vagyis megvan különböző opció. Viszont, ha valaki most ilyennel indul,
két doboz szóplaszt kap ajándékba, tehát kettőt. Úgyhogy hát ezzel már 50%-a kedvezőbb majdnem a termék ára. Viszont ha valaki a 3BC, és akkor megint csak visszaugrom ide, 3BC az azt jelenti, hogy a 10 dobozos csomagtól 3 business pozíció, tehát 3 üzleti pozícióval indul egy helyett, olcsóbb is így a termék, meg ugye a mennyiségi kedvezmény is van, de ha valaki most ezzel indul, akkor 5 doboz terméket kap ajándékba. 5 doboz. 3 év alatt még ilyen promóció nem volt. Ezt érdemes kihasználni. Viszont, hogyha már ez az újaknak van, aki még nem tag, és aki még sosem vásárolt. Viszont, akik már tagok, azoknak is vannak plusz 4 lehetőség. Ha egy dobozzal vásárol, vagy bocsánat, hogyha egy twin packot, tehát egy két dobozos csomagot vásárol, akkor ott egyet kap ajándékba, egy szóplaszt. Ha meg egy 4 dobozost vásárol, akkor 2. Viszont van nekünk 6 plusz dobozos, meg 6 plusz igen, basic, tehát az azt jelenti rendesen, hogy ha valaki mondjuk most eltekintve ettől a promóciótól, ha rendel 6 dobozzal, akkor kap egyet ajándékba, de most az egy mellé még 3-at. Tehát ha most ha valaki 6 dobozzal rendel meglévő tag, ez az, nem az újaknak van, hát az új is, ha már egyszer megcsinálta az első rendelését, utána már őnek is ez a kedvezmény is ott van, tehát ezt többszöriség igénybe lehet venni. Tehát ha 6 dobozzal rendel, 10-et kap összesen, tehát 4-et ajándékba. Ha meg 12 dobozzal rendel, ez a standard plusz 6, akkor meg 8-at kap ajándékba, akkor 20 doboz. Hát 20 doboz egy főnek, te mindegy évre elég, hogyha csak a napi egy adagot használja belőle. Úgyhogy érdemes kihasználni, mert ez nem időhöz kötött promóció, hanem van egy termékkészlet, amelyet most a cég kiárusít, úgymond, és ez a promóció addig tart, amíg ez a készlet tart, tehát itt érdemes gyors lenni. És ugye itt említettem az előtt, tehát itt összefoglalóban van, amiket elmondtam, a különböző csomagokat, az egy doboztól a 99 eurótól a 7295 euróig. Csak a promóciót, az előző promóciótól eltekintve, itt is, ha valaki nagyobb csomaggal indul, akkor akár 54 euróra tud lemenni egy doboz ára. Tehát itt is megvan az állandó mennyiségi kedvezmény. Úgyhogy ezt is jó tudni. És itt ez a 3 üzleti pozíció, az van kiemelve, hogy 3 vagy 9 hónap aktivitást ad, hogyha valaki a két nagyobb csomaggal indul, tehát ami azt jelenti, hogy egyszeri vásárlása után ő akár 3, 6 vagy 9 hónapig jogosult jutalékra. Ugye a hálózati rendszerekben mindig van egy havi aktivitás követelmény, de hát így egy ilyen nagy csomaggal, ez a 1500-1600-as vagy a 2300-as eurós csomagokkal akár 3 vagy 9 hónapig tudja az aktivitását biztosítani. Maga a kifizetési rendszer az egy úgynevezett hibrid. Tehát, mint említettem, 8-féle bónusz, ugye bináris jutalék, mélység nélkül, akkor minősülés, akár ha egy lábon indul az ember, ha csak egy jó ember találsz, aki ugye felépít egy csapatot a te, vagy egy üzletet a te csapatodban, akkor csak egyedül ő utána is tudsz jutalékot kapni. Ez is egy ritka dolog a hálózati rendszerekben, mert ott általában ugye több ágot, több embert kell elindítani. Itt is persze az a jó, hogy minél több embert elindít az ember, mert akkor kimaxol egy csomó bónuszt, de most csak egy pár szóval itt a összegeket is mutatok, hogy például van egy kiskereskedelmi haszon, mert olyan lehetőség is van, abár ezt nem szoktuk ajánlni, mert ott kevesebb a kedvezmény, hogy valaki vásárlóként regisztrál. De mivel ingyenes az is, hogy valaki partnerként regisztrál, és utána is lehet ugyancsak vásárló, mert a cég nem kötelezi arra őt, hogy most mit tudom én, havonta ennyi terméket forgalmazom, vagy ennyi embert hozzon. De mégis lehet olyan, aki azt mondja, hogy na, én csak vásárló akarok lenni, akkor aki ugye egy vásárlót behoz, és ő ugye rendel minden, vagy bármikor terméket, akkor 20 és 50 dollár közt
tud csak a vásárlók után keresni. Akkor van ez a first order bónusz, vagy match bónusz. Ez igazából úgy működik, hogyha valaki ugye különböző csomaggal új csapattársakat hoz be, akkor akár 20 dollártól 200 dollárig lehet így az első vásárlás után jutalékot keresni. De a jó hír az, hogy ez két mélységig megy, tehát hogyha az általa behozott partner is, ő is ugye újabb embereket regisztrál, és újabb vásárlások, újabb csomagrendelések történnek, akkor a második vonalból is kap bónuszt, az ugye kevesebb, ilyen 10-től 35 dollárig terjed, de hát az lehet olyan ember, akit ő nem is ismer, tehát ez már egy passzív jövedelem. Akkor itt van egy nagyon jó kifizetési bónusz, ez a bináris bónusz. Ez azért tetszik nekem személy szerint, mert ez igazából egy új keletű bónusz, azt hiszem, hogy 10 éve jelent meg körülbelül a hálózati marketingekbe, és ez azért jó, mert itt igazából csak két lábat tud az ember építeni, és az előnye az, hogy mivel mindenki csak két lábat tud építeni, ha valaki több mint két embert hoz be, akkor a harmadikat valahova, valamelyik alá el kell helyezze. Tehát ez más szóval itt a egymás segítése a lényeg. Akár akarjuk, akár nem, mert így működik ez a rendszer. Tehát, hogyha valaki behoz 20 embert, akkor ugye szerencsés az első kettő, mert a többi 18-at ő alájuk fogja bepakolni. Ezért, és még felülről is jönnek, tehát az ő fölötte lévőtől. Ezért a bináris igazából egy olyan struktúra, amiben nagyon gyorsan lehet pénzt keresni. Egy rossz hírem van, hogy itt, ha egy üzleti pozícióval vagy, akkor itt max. Heti 10 000 dollárra keresed, tehát annál többet hetente nem lehet. De hát azért gondolom ezzel el lehet lenni Magyarországon a jelenlegi helyzetben, heti 10 000 dollárból. Viszont, hogyha három üzleti pozíciód van, mint említettem az előbb, hogy van ugye a 10 csomagos, vagy a 10 dobozos csomag, ott már vagy a nagyobb csomagok, ott három üzleti pozíciót kap mindenki, és ott háromszor 10 000 dollárt lehet. Tehát egy szóval meg tudod háromszorozni, ugyanúgy felépíted a csapatot. Nem az elején történik meg ez ugye, hogy kimaxolod a 10 000 dollárt, de lehet, hogy eljön bárkinek ez az időszak. És akkor jó tudni azt, hogy na most nem fog ez kimaxolódni 10 000-nél, hanem majd csak 30 000-nél. A másik, hogy dupla jövedelem, mert a bináris struktúra mellett épül a hagyományos struktúra. Régebb csak ez a hagyományos rendszer volt. Az előző cégnél, még aminél mi is dolgoztunk 10 évig, ott még nem is tudtunk, még nem is létezett a bináris, ott igazából csak ez a hagyományos volt, és abból is egész jól kerestünk. A jó hír most az, hogy ebből is, abból is, nem hogy ebből, vagy abból, mind a kettőből tudsz kapunk jutalékot. Tehát nem véletlenül az a 8 bónusz, amit az elején mondtam, azokat mind ki lehet maxolni, ha ügyes az ember. És ugye a cég azt is utalmazza, ha valaki karriert ér el, karrier szinteket. Mert mindjárt megmutatom, hogy mik ezek a szintek. Ugye mindenhol vannak ilyenek a hálózati marketingben. És ezek egyszeri bónuszok, amikor megléptél egy szintet, mondjuk a legelső üzleti szintet, vagy vezetői szintet, úgymond ez a bronz, akkor 30 dollárt kaptál. Onnan meg növekedik 60-90-200, és a legmagasabb az 18 000 dollár. Hát az egy egyszeri bónusznak az se olyan rossz. És ez egy érdekes dolog, hogy életstílus bónuszt eddig is fizetett a cég, de most emellé egy autóprogram is be fog lépni az életünkben, ami annyit jelent, hogy ahhoz, hogy ugye autóprogramra minősüljön valaki, annak 4 hétig kell aktív lenni egy bizonyos üzleti szinten. Viszont itt van az is, hogy magasabb életstílus bónuszt ad. Ezek a számok, amik itt vannak, itt ugye 25 és 3000 közt vannak. Tehát attól függ, hogy valaki, hogy milyen szinten van, ugye az első üzleti szintől kezdve a legmagasabbig, ott van vagy 10-12 szint össze-vissza összesen, és amilyen szinten van valaki, akkor hetente kap annak a szintnek megfelelően
egy életstílus bónuszt. Ez 25 dollártól 3000 dollárig terjed hetente. Ezt is, ha kimaxolja valaki, akkor az se egy rossz jövedelem, mert ez havonta 12.000 dollár. Na most a cég adott egy olyan lehetőséget, ami még nincs életbe lépve, de már úgymond megvan a zöld út, most már csak a részleteket, a papírokat, a szerződéseket bonyolítják le hamarosan, hogy válasz, hogy eleve meg fogják emelni az életstílus bónuszt, tehát hogyha valaki tartott egy bizonyos szintet, ahonnan ugye mondjuk minősült az életstílus bónusz, mondjuk vegyük a legkisebbet, a 25 dollárt, és két hétig megtartotta azt az életstílus bónuszt, akkor nem 50 dollárt kap a két hét alatt, hanem megduplázza a cég, 100-at kap. Ha valaki 3 hétig tartotta azt a pozíciót, akkor nem 75 dollárt kap, hanem akkor tehát akkor dupla, akkor 150 dollárt, meg ha 4 hétig tartott, akkor a 100 dollár helyett meg 200 dollárt, plusz ugye az előző. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy akár meg háromszorozódik így az életstílus bónusz, de, itt jön a de, hogyha valaki 4 hétig tartotta ezt a bizonyos bónuszt, az életstílus bónuszt, vagy azt az üzleti szintet aktívan, akkor eldöntheti, hogy ő kiveszi ezt a magasabb életstílus bónuszt KP-ba, vagy ír a cégnek, és ő azt mondja, hogy akkor kérek inkább egy vállalati autót. És akkor a cég biztosít egy autót. Egy jobbacska autót. És azért jó ez, mert nem kell megvenni egy autót, hanem teljes ingyen használatra. Tehát nem adja nekünk, nem lesz a saját tulajdonunk, hanem ingyen használatra kapjuk. Nekünk csak tankolni kell bele, tehát biztosítás, szerviz, gumicsere, meg mindenféle, ami ugye az autó karbantartásához, meg adók, meg minden, azt a cég fizeti. Én ezen elámultam, mert korábban is voltam én autóprogramban, egy másik cégnél, ugye az előzőnél, és közel se voltak ilyen kedvező feltételek, és közel se lehetett ilyen könnyen elérni azt, akár 4 hét alatt, ott minimum 6 hónapig kellett keményen dolgozni, hogy egyáltalán egy autóprogramban elindulhasson az ember, és itt, ha valaki ügyes, 4 hét alatt meg tudja csinálni. Tehát azért gondoljunk ebbe bele. Teljesen ingyen hozzált egy jó autóhoz. Jó, hogy nem a saját tulajdona, de használhatja ingyen, csak a benzin kell üzemanyagot beletankolni. Hát csak ha bele gondolunk tényleg, hogy ha megvesz az ember egy drága 10 milliós autót, ahogy kigördült az üzletből, az már ugye 20%-a értékvesztés. Pár év után már felét éri az autó, tehát igazából lefele megy az érték, amortizálódik az autó, kifizetett rengeteg pénzt érte, amit soha nem kap vissza, a szervizt, a mindenféle adókat neki kell fizetni, és nagyon drágába kerülne. Végig jártuk ezt. És hogyha egy ilyen lehetőség van, akkor én élnék vele, és mi fogunk is élni vele. Ja igen, és azt akartam mondani, a saját tulajdonú autónál ugye mindig lefele megy az érték. Itt, ha magasabb szintekre emelkedsz, több pénzt fogsz kapni autóprogramra, és egyre jobb, és jobb, és jobb, és jobb autókra tudod magad kvalifikálni. Ennyit az autóról, meg erről az életstílus bónuszról. Van egy olyan bónusz is, amit úgy hívunk generációs matching bónusz, tehát ez egy olyan bónusz, hogy felépítesz egy csapatot, mint egy birodalmat, régebb ugye itt a lovagok, a várura, és akik ugye ehhez a várhoz tartoztak, különböző szinten az emberek, ugye bárki dolgozott, jövedelmet ért el, azok után adózott a vár urának. Na itt is úgy van, hogy ha valaki ugye felépít egy csapatot különböző nagyságokban, akkor a csapattársa jövedelme után kap különböző bónuszt. Ez azért jó ez a bónusz, mert ezzel motiválnak mindenkit arra, hogy segítse a csapattársát pénzt keresni.
Ezek a bónuszok nagyon változók, ezek ilyen 3, 4, 5, vagy lehet akár 10%-ig elmenő bónusz is, forgalom függő, de viszont motiváló, mert hogyha valakit mondjuk segítünk arra, hogy ő is keressen 1000 dollárt havonta, akkor nem az ő bónuszából vesznek el, hanem pluszba a cég megjutalmaz minket, csak ezzel az egy bónusszal mondjuk 50 dollárral, vagy 100-zal. De ez egy ember, ha meg 100 ilyen embered van, akkor ez már azért sokra megy. És itt van, hogy ugye minél nagyobb csapat, mindegy, minél nagyobb birodalmad van, akkor annál több bónuszt tudsz kapni. A másik nagyon fontos bónusz, ezek az élethosszig tartó rangok alapján fizetendő bónusz, ez igazából a csapatod újra vásárlásai után kifizetett bónusz, és ebbe még a saját vásárlásod is bele számít. Attól függ, hogy milyen üzleti szinten vagy, és mindjárt tényleg megmutatom az üzleti szinteket, egy részét legalábbis, 8 és 20% közt kapsz minden hónapban ez havi kifizetés, és ezt mi már kapjuk, amióta bevezették igazából, mert ez is nem az első percről volt ez a bónusz, hanem utána vezette be a cég. Az meg egy jó hír, hogy itt mindig pluszba tesznek be valamit a bónusz, vagyis a kifizetési rendszerbe. Általában a cégeknél soknál ez fordítva szokott lenni, mindig valamit elvesznek valahonnan. Itt eddig az AXA 4 év alatt mindig egy-egy picit hozzátett. Tehát ez is egy nagyon komoly bónusz már, 8 és 20%, attól függ, hogy milyen üzleti szinten vagy. És akkor csak néhány példa, hogyha valakit ugye beregisztrálsz mondjuk egy exekutív csomaggal, akkor egyetlen egy, ez ugye egy magasabb üzleti csomag, akkor egyetlen egy rendelés után akár 430 dollárt is tudsz keresni. Ha még nagyobb csomaggal, az elit csomag, ami ugye ez a 2300 körülbelül plusz áfás csomag, akkor egyetlen egy regisztráció után 621 dollárt tudsz keresni. Hát azért érdemes megtenni, nem, hogy emberekkel beszélni, mert ha minél több emberrel beszélsz, lesz, aki kisebb csomaggal, lesz, aki nagyobb csomaggal, lesz, aki a legnagyobb csomaggal indul, imád a legnagyobb csomag, egyetlen egy regisztráció után 620 dollár, hát az már egymagában egy jó havi fizetés még jelenleg itt Magyarországon. És még egy kis táblázat, hogy mit ad a hálózati marketing. Itt az ugye az elején itt is aktív tevékenységből származik a jövedelem. Ez a kék vonal. Tehát a kék vonal ugye, ez egy idő után ez úgy elegyenesedik, ami azt jelenti, hogy itt is ugye a személyes aktivitásodat azt nem tudod egy idő után már fokozni, hisz mindenkinek 24 órából áll a nap, viszont a jó hír, hogy a passzív jövedelem, ami itt a fekete vonal, az meg folyamatosan tud növekedni. Tehát az elején, ha azt vesszük, hogy a passzív jövedelem majdnem nulla, vagy nagyon csekély. És ugye az első időszakban ezt vehetjük akár heteknek, vagy hónapoknak, az aktív. Tehát ugye elindulsz, beszélsz emberekkel, megismerteted az AXA-t, minél több emberrel csatlakoznak, vásárolnak, ez egy aktív tevékenység. De mikor a csapattársaid is elkezdik ugyanezt tenni, és ugye elkezd a csapatod bővülni, és országról országra terjedni akár, akkor a passzív jövedelem fog beindulni, egy bizonyos ponton meghaladja az aktív jövedelmedet, és hát ez a network lényege. A hosszú távú passzív jövedelem elérése, mert az, ami egy szabad életstílust tud biztosítani, hogy több időd legyen magadra, több terméket tudj használni saját magadra, meg a családodra, sportolni tudj, utazni tudj, tanulni tudj, fejlődni tudj, ezt adja a network marketing. Na és akkor végül itt vannak egy pár csak, az üzleti szintekből, és itt ugye meg vannak jelölve az, hogy körülbelül melyiknél milyen szintet tudsz, vagy mennyi pénzt tudsz keresni. Ez a menedzser szint, ez az abszolút első szint. Ha van két embered, egy-egy tízes csomaggal mondjuk, akkor már el is érted ezt a szintet, és ha azt ugye havonta tartod, akkor ennyi. És
nem megyek végig mindegyiken, de ezt a bronzot kiemelném. Mert ez az a bronz szint, ami ugye az első úgymond exekutív, tehát ugye vezetői szint. Innentől lehet az életstílus bónuszt, vagy az autóprogramot majd igénybe venni. Életstílus az most is megy, a régi hagyományos életstílus, viszont a megemelkedett, vagy az autóprogramot, azt hamarosan. De látjuk azt, ha már elértük ezt a szintet, akkor már majdnem ott vagyunk, hogy innentől szabad életet tudunk élni. Mert ha megvan egy fix 300 vagy 500 ezer forintos jövedelem havonta, akkor már, ha még alkalmazottak vagyunk, akkor már fontolóra lehet venni, hogy akkor hogyan tovább. Akkor több energiaidő az AXA felé, és talán lecsökkenteni az alkalmazotti munkát, mert a következő szintek azok viszont már olyan jövedelmet tudnak biztosítani, amelyet hát alkalmazónként nagyon magas vezérigazgatói szinten kell legyél, és ez a platina, ez még messze áll attól. Ez még csak egy ilyen középszint. Enfelett még azért vannak komoly szintek, ezeket most nem részletezném, de van olyan szint is, hogy akár havi 40 millió forintot el lehet érni. És ez az előző 4 évnek a statisztikája, tehát nem játék a számokkal. Ez egy statisztika. Ha hozod azt a teljesítményt, ami kell a bizonyos szintnek az eléréséhez és megtartásához, akkor megvan az az összeg. És ezt is már menet közben sokszor említettem, hogy az egész piac, a világpiac nagy része üres, ránk vár, innen Magyarországból, Romániából, Ausztriából, Németországból, Lengyelországból, Svájcból, de hát ezeket az országokat azért említettem, hogy itt azért már vannak csapatok, de innen mindegyik országból tovább és tovább és tovább tudunk terjeszkedni, lassan, de biztosan. Ez, az AXA nem rohant tele 4 év alatt itt az egész világot, mert lehet néha hallani, látni, láttam is, hogy egy-egy cég fél év alatt gyorsan elterjeszkedett az egész világon, és utána mind a kártyavár összedőlt, és sehol sincs már. Tehát jobb ez a stratégia szerintem is, hogy lassan, de biztosan, megalapozottan, komoly háttérrel, minden biztosítva, törvényileg betartva, úgy induljunk tovább. És a lehetőség az óriási. Mint említettem, gondoljuk el, még Oroszország még sehol nincs, Amerika sehol nincs. És ezeknek a hatalmas országoknak egy pici szeletét megkapni a forgalomból. Hát nem is tudom. Szóval ez a jó Buddha idézettel zárnám. Az a baj, hogyha azt hiszed, van idő. Tehát szerintem ne várjunk erre, nem tudhatjuk, kinek mennyi ideje van. Nem azért mondom, hogy nagyon sürget az idő, de abból a szempontból sürget, hogyha valaki most ugye itt van és gondolkodik, és lehet, hogy épp olyan országban él, ahol még az AXA gyerekcipőben van, vagy még sehol sincs, vagy vannak olyan országok, ahol vannak ismerősei, de még nincs ott az AXA, akkor az most lépjen, mert ha valaki más megteszi előtte, hát akkor így járt. Na, akkor köszönöm a figyelmet, remélem, hogy nem voltam túl hosszú, kicsit túlléptem az 1 órát. Ja, és most a végére akkor egy kis videóval szeretném zárni, egy kis autós videóval, amely igazából 3 versenyautót fog bemutatni, jó kis zenével. Nekem azért tetszett, már azt is indikálja, ugye 3 termékünk van, autóprogramunk lesz hamarosan, és érdemes magasabb sebességre kapcsolni. Köszönöm a figyelmet, további szép estét, és sok sikert kívánok, és sok sikert kívánok azoknak, akik most éppen vacilálnak, hogy milyen döntést hozzanak. Szerintem próbálják ki, teszteljék le a terméket, nézzék meg a csapatot, kerüljenek be ide a körforgásba, mert mostantól kezdve itt nagyon nagy aktivitás lesz, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a csapatban.